A tavalyi fesztivál egyik nyertes színházi előadása, ehhez hasonló élményben lesz részük az idei előadásokra jegyet váltóknak. A színházi versenyprogramban 9 nagy színpadi és 9 kamara színpadi előadás láthat a közönség. De nem csak ez lesz a 2017-es Vidoron, a szabadtéri filmvetítések mellett tartanak képzőművészeti kiállításokat, táncházakat, dumaszínházat, irodalmi esteket, valamint világ és komoly zenei koncerteket is. Megújult a fesztivál arculata, és új helyszínek lépnek be az augusztus végi, szeptember elejé rendezvény forgatagba, hangzott el a beharangozó pénteki sajtótájékoztatón. Új helyszín lesz a Kossuth téren, a Kossuth szobor mellett az úgynevezett kis színpad. Itt minden nap már 17:30-tól lesznek láthatóak koncertek, és mindkét hétvégén este 22:00-tól egy bónusz fellépő is látható lesz. Illetve bevonjuk a programokba a Hősök terét, ahol láthatóak lesznek a bábszínházi, illetve az utcaszínházi előadások. Ennek korábban a helyszíne itt volt a Kossuth téren. Valamint egy teljesen új dolog lesz a Vidor terasz, ami a Kossuth szobor jobb oldalán lesz található. Az volt a szándékunk, hogy a várost még pezsgőbbé, még élettel telibbé tegyük. A költségvetés tavaly óta nem változott. A fesztivált mintegy 100 millió forintból rendezik meg a kormány, az önkormányzat és egy magánvállalkozás támogatásával. Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a rendezvény biztos anyagi háttérrel rendelkezik. Egyre népszerűbb és egyre színvonalasabb a program, idén is ilyen lesz, hiszen tavalytól a Bige Holdinggal, Bige László úrral kötöttünk egy hosszú távú szponzori szerződést. Ez garancia arra, hogy a színvonal magas lesz, nagyon jó produkciók jönnek, és ugye ez az időszak is nagyon jó, mert egyébként, amikor az emberek talán azért keseregnének, hogy vége a nyárnak, nyári szabadságnak, kezdődnek a munkás hétköznapok, akkor jön a Vidor Fesztivál. Ez általában egy nagy találkozási program is a nyíregyházaknak, megyebelieknek, hiszen nagyon sokan bejönnek Nyíregyházára. A zenei vonalban afrikai, európai és ázsiai világzenészek adnak koncerteket, de a hazai kínálat is erős lesz. A legnépszerűbb magyar könnyű és népzenei együttesek is zenélnek majd a közönségnek. A belváros utcáit pantomimesek, artisták, élőszobrok, tűzsonglőrök és karikaturisták lepik el. Tartanak utca és bábszínházi előadásokat. A kulturális esélyegyenlőség javítását szolgáló rendezvények között lesznek a vidéki fellépések, valamint előadó est a nyíregyházi és tiszalöki börtönökben. A sokszínű programot a Vidor főtámogatója is méltatta a tájékoztatón. Kicsit összehozza a városlakókat, kicsit közösségformáló. Amellett, hogy az emberek itt élnek ebbe a városban, szeretnénk magukat jó érezni, és a Vidor Fesztivál egy jó alap ahhoz, hogy esténként megnézzenek egy kiváló előadást, egy jó színházi darabot, vagy egy jó koncertet, hiszen végignézve a prospektusát a fesztiválnak, mindenki megtalálhatja magának a saját kultúrájához, igényeihez való előadásokat, és ez nagyon fontos, egy nagyon jól összeállított anyag van, nagyon sok embert fog vonzani. A színház jegyek 80%-a már elfogyott, de az értékesítés tovább tart a színház jegyirodájában. A megmaradt belépőkhöz az online felületeken és nem sokára induló új Vidor mobil applikációban is elérhetőek lesznek. A hagyományoknak megfelelően a rendezvények 90%-a ingyenes lesz. Jegyeket lényegében csak a színházi és Duma színházi előadásokra kell megváltani.